Sziasztok! Az a nagy hírem, hogy a Nincs Időm Olvasni kihívás közönség találkozájában már kettőn túl vagyunk, ami Budapesten volt, és itt vagyunk Szegeden, ahol az első szegedi találkozó lesz. A nézőközönség, a tagok, illetve azok, akik érdeklődnek, ez az egész rendszer már bent vannak, úgyhogy én is bemegyek, mert már nagyon várnak, de gondoltam, hogy elmondok néhány gondolatot előtte. Szegeden éltem 5 évig, itt kezdtem el tévézni, úgyhogy nagyon fontos számomra ez a város, és nagyon örülök is neki, hogy ezért itt jöhetett létre köszönhetően a Somogyi Könyvtárnak, illetve a Hangos Könyvtárnak, hiszen a Hangos Könyvtár ad helyet a találkozónak. Bízom benne, hogy legalább olyan jó élmény és jó hangulat lesz, mint a pesti találkozó. Úgyhogy gyertek velem! Majdnem minden valóságban egy polc, aki mondja, hogy nincs idő olvasni, kihívás és ajánlatok. Néhány bólogatnak, egy fölösszetben néhány fedjen csoportban. Azért ez egy nagyon jó dolog. Egyrészt a könyvtárnak is nyilván valahol jó, mert tud mit kitenni, részt vesz benne, ő is tudja ennek az egésznek. Nekem elkezdődöttem megtisztelni. Konkrét könyvet is adok. És ebben a hónapban próbáltuk ezt ki először, és ugye attól lesz klub, hogy a hónap végén egy előre meghatározott időpontban majd beszélgetünk róla a csoportban. Én nagyon örülök neki, ugye még nem vagyunk túl a megbeszélésen, hogy ha valaki most kedves kap, nyugodtan csatlakozhat, mert Müsszoltól a Holnap című művet olvassuk, amit el is hoztam, igen, Istennek. Tehát ezt a könyvet olvassuk el ebben a hónapban, és egyébként több tucatnyian olvasták el, és nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett. Amúgy azért választottam ezt, mert Tönkő Vera szerkesztette, aki az előző találkozón egyébként vendégünk volt, és elkezdtem észrevenni, most már látom, hogy egy szerkesztőnek mi a munkája kiadónál, hogy azért az ő ízlése vastagon benne van egy könyvválasztásban, és azt vettem észre, hogy egyre több olyan könyv van, amit ő szerkesztett. Egyébként ez is, és egyébként a Stoner is, amit szintén majd ajánlatok fogok nektek. Úgyhogy ezért választottam őt, illetve szerettem volna egy ilyen kalandos, izgalmas, valahol szerelmes, de egyébként nem egy ilyen fontos. Április 28-án a Facebook csoportban este 8-tól, mert azt mondták a többségben, hogy akkor ér rá, meg fogjuk megtenni ezt a könyvet, ettől lesz a klub, és ez úgy néz ki majd, hogy én élőben bejelentkezek a Facebookon, ez egy újítás, hogy nem tudom, hogy fog működni, bízom benne, hogy menni fog, és hogy sikerülni fog kommunikálnunk, de elvileg bárki, aki nézi ezt az élő bejelentkezést, az meg kommentelhet, véleményezhet, és én azt gondolom, hogy ez egy jó platform arra, hogy megbeszéljük az orvosnak élményeinket. Úgyhogy nagy kihívás előtt állunk, de 28-án ez meg fog történni. Hát ettől azonnal ki akartam szökni a laktanyába, hogy hát itt van az új Rambo, most született meg, és az én vagyok, ezt csak a hajas patakot kell átúszni, Kalocsán is már ben vagyok a világirodalomban. A megjelentek a verseim, nagyon büszke voltam magamra, egy pár évvel ezelőtt visszaolvastam, és nem mondom, hogy most körbejárjam az összes könyvtárat, és tépjem ki az oldalakat. Szörnyű rossz versek, szerintem. A mai észre, de soha ilyet nem írnék. Modorosak, minden benne van, amit addig olvastam. Kezdődik József Attilásan, befejeződik Babicsosan, de közben van egy kis francia is benne, szóval minden volt, de ez 18 éves srácnak a versei volt, tehát valami tehetséget mégis látott bennem a Nikolényi Pista. És ő elmondta, hogy mondhatom úgy, hogy ő mondta, hát így egy nyomozó, folyikán nem kell beszállni. Azt mondja, van egy halálista, ugye azt tudod jól, az én vagyok az első. Marinkó is mondja, ha kinyitod a Dél-Magyart, és az lesz fölírva, hogy Kószó Zoltán ismeretlen tettesek megölték, na akkor behelyszik, addig meg. És hát mondom, akkor Zoli, csináljuk tovább, csináljuk.
háromszörös kis csoport, kapni fog egy kártyahalmaz, lesz benne egy egyes, egy kettes és egy X. Totó kérdéset fognak elmondani, és a totó kérdés elmondása után egy meghatározott tapsa, a kis háromszörös csapat, amit dőlt, eldőlt, hogy az a helyes válasz, azt jó magasra kell felemelni. Pontot kap a háromfős kis csapat a helyes válaszért, mindenki nyerni fog, a becsomagolt labda által becsomagolt könyvek megterítve az asztalon, minden résztvevő fog könyvet kapni. Az első szegedi könyves találkozó. Hát én úgy érzem, hogy nagyon nagy siker volt, nagyon sokan voltunk, egyébként szerintem többen voltunk, mint az első budapesti, úgyhogy ez mindenképpen jó jel, és nagyon jó volt a közönség, és egyébként a vendég Bátyi Zoli elképesztően jó mesélő volt, nagyon izgalmas dolgokba avatott be minket, úgyhogy csak ilyen találkozókat kívánok a jövőben magunknak még. A tervek szerint minden hónapban lesz Szegeden most már ilyen könyves találkozó, és hát bízom benne, hogy eljutok majd Debrecenbe, Győrbe, Pécsre, és egy csomó helyre, ahova hívnak, bár még a teleportálást feltalálhatnák, de egyelőre még ott nem tartunk. Minden esetre köszi, hogy néztétek a videót, köszi mindenkinek, aki segített ezt létrehozni, és mit is szoktak ilyenkor mondani? Ja, iratkozzatok fel! Köszi, sziasztok!